Jártak már önök ezen a területen? Talán nem, hiszen látszólag semmi nem indokolja, hogy megálljunk itt. Pedig érdemes, hiszen olyan titkok tudója, ami egy letűnt korba vezet vissza. Gondolták volna, hogy ezen a területen, ahol néhány szép fa és épületmaradvány lelhető fel csupán, valamikor ez a kastély állott. Nézzük, hogy mi is lett a területtel, és mikor tűnt el ez a képeslapról visszaköszönő patinás épület innen. Először is lássuk, hogyan jutunk el ide, ezekhez a csodálatos kocsányos tölgyekhez. Püspök Ladányból Sárit udvari felé az első csatornánál jobbra kell letérni az útról, s úgy 300 méterre található a tölgyes. A tölgyfák helyi védelem alatt állnak. A fasorban kocsányos tölgyfák találhatók, melyeknek egyedei körülbelül 100-150 évesek lehetnek, így életkoruk miatt egyértelműen megérdemlik a védettséget. Ez a fasor 1981 óta élvez helyi védettséget, az akkori községi városi tanács helyezte védelem alá. Ennek az oka az, hogy ez a fasor meglehetősen idős, kb. 150 év lehet az életkora, és egy olyan letűnt időnek a tanúi, amelyek méltóvá teszik arra, hogy védelem alá kerüljön. Maga a fasor jelenleg mintegy 13 idős kocsányos tölgyből áll. Néhány fiatalabb, talán 80-100 éves egyed található még itt mellette, és hát a fasor jelleget az adja még, hogy kb. 10-12 idősebb magaskör is található. Ez a fasor, ez a Hanvas-csatorna partján található. Azt mondhatjuk, hogy egy ilyen csatorna kísérő fasornak fogható most föl. Korábbi állítások szerint ez a fasor részét képezhette az egykori gatályi kastélyhoz tartozó parknak, ám erre egyértelmű írásos bizonyíték nincs. Ez a kastély, ez tőlünk hát mintegy 2 kilométerre található, ezért talán elgondolkozható, hogy tényleg része lehetett-e. Ez erre vonatkozó iratokat, dokumentumokat, bizonyítékokat nem nagyon sikerült fellelni még. Én azt gondolom, hogy ha egykor nem a Hanvas-csatorna csatornát kísérő fasornak szánták, akkor a kapcsolata ezzel a parkkal inkább az lehetett, hogy véletlenül itt vezetett az az út, amely a kastélyhoz vezette a utazókat. Maga a fasor ezzel a másfél száz évével mélyen benyúlik a fasor keletkezés ideje arra az időszakra, amikor még ez a vidék a Sárita jellemző mocsaras lápos terület volt. Ha visszaugranánk az időbe, akkor azt láthatnánk, hogy ezeken a fákon kívül vélhetőleg nem sok volt a környéken, és talán az lehet a bizonyíték arra, hogy mégis a kastélyhoz tartozhatott, hogy a kastély egykori parkjában, amelynek ma egy kis részlete megtalálható, még hasonló korú fákat találhatunk. Ezek a fák azért tudtak ilyen szép állapotban megmaradni, mert a csatorna mellett állnak, így a megfelelő folyadék utánpótlás biztosított számukra. A kocsányos tölgyeket régebben megmetszették, hogy a mai formájukat elnyerhessék. A kocsányos tölgy kimondottan alföldi fafaj, a mi vidékünkön nagyon jellegzetes, őshonos fafajnak számít. Érdekes módon ezek a fák, amelyek megmaradtak a korabeli fasorból, egészen jó egészségi állapotnak örvendenek. Ezek az idős kocsányos tölgyek nagyon, úgy mondanánk, hogy zömök, böhöncösödött formát adnak, aminek vélhetőleg az oka, hogy a múltban számos alkalommal levághatták az ágaikat, és ezért vették fel ezt a különleges formát. Itt az Alföldön a jellegzetes tölgykör is szélliget erdőknek a fő fafajának számít. Magán a Püspöklány környéki szikes területeken is több helyen találunk kocsányos tölgy erdőfoltokat, erdőállományokat. Hát ilyen a Farkas-sziget, ilyen a Hídlábi erdő, vagy Püspöklány és Karcag között az Apavárai erdő. A fasornak jelentős szerepe van az itt élő állatpopuláció életében. Megtalálhatók itt a különböző állatfajok, mint például a rovarok, madarak és emlősök is. A fa számos állatnak a táplálékot, illetve sok rovarnak az egyedfejlődését is elősegíti.
Az, hogy egy lápos mocsaras vidékben egy ilyen zöld felület, fás terület létrejön, ez nagyon sok lehetőséget ad a természetben található különböző élőlények számára, fészkelőhelyként, táplálkozóhelyként. Magához, a kucsányos tölgyhöz számos faj kötődik. Az egykori folyókat kísérő ligeterdők jellegzetes fajai ezek, amelyek itt egy teljesen üres, fátlan területen találhatták meg az életfeltételeiket. Nyilván itt elsősorban néhány olyan rovarra kell gondolni, amelyek a kucsányos tölgyhöz kötődnek, mint lombfogyasztók, vagy a fáknak a fatestét fogyasztó, abban élő rovarok. És ezek táplálékul szolgálnak azon madaraknak, amelyek kimondottan ezekre a rovarokra, illetve a hernyóikra specializálódtak, mint táplálékforrásra. Természetesen maga a fa az fészkelőhelyet is jelent, amelynek ma is számos tanújelét látjuk, vagy inkább hallhatjuk, hiszen ha a fasor mellett járva a lombok közül számos énekes madárnak a hangját halljuk. Meg itt vannak a cinegék, itt van az erdei pinty, itt vannak a különböző poszáták. Még itt lehet látni itt a levélen, egy gubasdarázsnak a gubacsa, amely úgy keletkezik, hogy a gubasdarázs megszúrja a levelet, megindul egy ilyen sejt növekedés, és akkor létrejön egy ilyen gubacs, ami persze majd fog növekedni még jobban, és aztán a közepén egy kis kamra van, amelyben a gubacsdarázs elhelyezi a petéjét, és ebben a kis védett helyen, védett kis kamrába fejlődik maga a gubacsdarázs következő nemzedéke, amely bebábozódik, és aztán majd ha átalakul, akkor kivújik ebből a gubacsból maga a darázs. Egészen közelről megfigyelve a fát, láthatjuk az annak jellegzetességét, nevét adó kocsányt is. Rásó János azt mondja, nem csak tölgyfák, hanem magas kőrisek is találhatók az összesen 31 fából álló fasorban. Nagyon jellegzetes a kocsányos tölgynek a kérge. Ez a mélyen erezett forma, ez messziről kiszúrható. Illetve ami miatt még nagyon könnyen megismerhető, ez a jellegzetes levél alak. Maga a levél egy nagyon sajátos formát vesz föl. Ez a úgynevezett szeldelt levélforma, amely a levél alap felé keskenyedik. Ez alapján nagyon meg lehet különböztetni. Ami miatt kocsányos tölgynek hívják, az itt van. Milyen szerencsénk van, ugyanis itt van egy mag kezdemény rajta, tehát ez az a bizonyos kocsány, aminek a végén ott fog majd üldögélni a makk. Ezért kapta a nevét, mert a makk egy hosszú kocsányon ül. Van egy rokona, amelyet kocsánytalan tölgynek hívnak, annak gyakorlatilag ez a kocsány hiányzik. Maga a fasor 31 egyedből áll, és ebből 18 kocsányos tölgy található, a többi az kőr is, általában magas kőr is. Ezek a kőrisek is hasonló kort élhettek meg, mint a fiatalabb kocsányos tölgyek. Én azt gondolom, hogy talán a fasor pótlására ültették be a kőriseket, és a fiatalabb kocsányos tölgyekkel is próbálták fenntartani ennek a fasornak a fasor jellegét. A fasortól tovább található a már említett Gatályi kastély romja. A szabadságharc után a vízszabályozással és a mocsarak lecsapolásával termőföldek alakultak ki, így sok nemes költözött ide. Három nagy gazdasági központ volt a térségben, a Zúdonyi, a Hosszúháti és a Gatályi gazdaság. A nemeseknek jó termőföldjeik voltak az akkori modern kor technikájával felszerelve. Azt tudjuk a történeti forrásokból, hogy ez a vidék, ez gyakorlatilag a Sálét szíve, igen lápos, mocsaras vidék volt. A szabadságharc után megkezdődő munkálatok során elvezették a területről a vizet, becsatornázták a mélyében fekvő területeket, és a hatalmas területek kerültek szárazra, amelyek szántóként, illetve legelő és kaszáló területenként kiváló lehetőséget biztosítottak. Emiatt számos nemes költözött ide, próbált itt gazdálkodni. A megtermelt terményeket úgynevezett mezei vasúton szállították ki a vasúti megállókhoz, hiszen tudjuk, hogy
ez a vasútvonal, ami Szerep felé vezet, ez 1892-ben létesült. Ezt a Gatályi kastélyt, ezt Grósz Zsigmond építette, ő gyakorlatilag bérlője volt ennek a vidéknek. A kastély az a Bánffy gróf tulajdonában volt, és ahogy a korabeli képeken látszik, egy meglehetősen nagy méretű és pazar kerttel, parkkal rendelkező kastély volt ez. Ma már csak ezen a korabeli képeslapon láthatjuk az épületet, ami Szilágyi Lajos magángyűjtő tulajdonában van. S milyen jó, hogy egyáltalán fennmaradt ez a kép, hiszen másként nem is tudnánk mi, a mai kor embere, hogy ilyen értéke is volt a városnak, a településnek. A kastélyt a II. Világháború után elbontották, és a környékbeli tanyák építéséhez használták fel az épület maradványait. Ez a terület, ahol most állunk, az egykori Gatályi kastélynak a maradványai. A II. Világháború után gyakorlatilag egy új rend alakult ki hazánkban, ami nem tűrte meg a korabbi rendszernek a nemes, gazdag képviselőit, ezért igyekeztek minden olyan értéket eltüntetni, államosítani, más célra használni, amely az ő nevükhöz fűződött. Hát erre a sorsa jutott ez a kastély is, ami egykor itt állott. Néhány évvel a háború után teljesen elbontották. Az építőanyagot, ami belőle kikerült, vélhetőleg a környező tanyáknak az építésénél használták föl. Ami itt található még a környékünkön, ennek a kastélynak a helyén, ezek hát a rombolásnak a maradékai. Valójában csak találgatni lehet, hogy melyik kő, betondarab milyen célt szolgálhatott az akkori kastélyban. Sajnos mára, ami maradt belőle, az annak köszönhető, hogy a II. Világháború után elbontották a kastélyt, megszűnt a jelentősége ennek a gazdasági központnak, és hát a park is elvadult. Ami megmaradt belőle, ez a tenyérnyi kis erdőfolt, azért megőrzött néhány értéket ebből a korabeli parkból. Ha körbenézzünk, számos igen öreg kocsányos tölgyet, gesztenyét, vadgesztenyefát, kőriseket, lepényfát találhatunk. Itt-ott még néhány örök zöld is előfordul, amelyek vélhetőleg a park üdeszínfoltjai voltak. A korabeli képeken számos díszsövény, díszcserjés látható, ezeknek az egyes egyelei is megtalálhatók ma még. A romnál megtalálható maradványok egyértelműen arra utalnak, hogy nemesek építették és lakták a kastélyt. A díszes lépcsők és a szépen kidolgozott kőmaradványok is ezt mutatják. Hát például, hogyha megnézzük ezt a követ, akkor láthatunk rajta egyfajta mintát, ami egyértelműen arra utal, hogy gondot fordítottak arra, hogy kidolgozzák ezeket a épületrészeket, független attól, hogy azok milyen funkciót töltöttek be, de odafigyeltek arra, hogy milyen formátod is, hát lehet látni azért, hogy meglehetősen jó munkát végeztek az épületrész készítői. Számos példát találhatunk itt erre, igazából nem sok minden maradt, azt be kell vallani, de ami maradt, azok között láthatunk olyan bizonyítékot, ami arra utal, hogy odafigyeltek az apró részletekre is az építők. Az erdőben sétálva még megtalálhatjuk azokat a fákat, amelyek egykor a kastély parkjában állhattak. Fellelhető még a régi juharfasor is, ami vélhetően a kastélyhoz vezető út mellett állott. Tehát a park területén számos öreg fa található, mint például ez a kocsányos tölgy, ami meglehetősen öreg, és lehet is látni, hogy azért próbál küzdeni az idő vasfogával. Nagyon érdekes formát ad, de egyértelmű bizonyíték arra, hogy ezt vélhetőleg abban az időszakban ültették ide, amikor az egész kastély és hozzátartozó park létrejött. Ha elnézünk ebben az irányban, akkor gyakorlatilag egy mezei juhar fasort látunk, amely vélhetőleg az egykori parknak volt egy talán egy utat szegélyező fasora.
mind a Kocsányos tölgyes, mind pedig a Gatályi kastély romjai egy letűnt kort idéznek. Ellátogatva és megcsodálva ezeket a faóriásokat pedig elgondolkodhatunk, milyen is lehetett itt az élet akkoriban. Ha pedig vigyázzunk rá, akkor talán unokáink is megcsodálhatják majd ezt a védett és ritka kincset itt a Sárét szívében, a Hanvas csatorna partján.